Etesi Anett egy teljesen átlagos, láthatóan egészséges, életvidám gitározó kislány, pedig olyan betegséggel küzd, amit még az orvosok sem ismernek igazán. 5 éve próbálják kideríteni, hogy mi lehet ez, és most februárban már közelebb kerültek a valósághoz. Ő 7 éves koráig egészséges volt teljes mértékben, 7 éves korában kezdődtek a tünetek nála, és 5 év elteltével derült ki az, hogy egy ritka betegségben szenved, ez egy CMT2, és hát nem is szenved, mert a vérében ezt találták, meg egy cerebriális ataxiát találtak a vérében, de nem ezek a tünetek jellemzőek ezekre a betegségekre, úgyhogy még mind a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi is az oka. Nagyon sok vizsgálaton vagyunk már túl, az agyvíz levéltől kezdve a biopsziáig minden, és az állapot az a baj, hogy romlik neki évről évre. Itt az a cél, hogy az Anett állapotát le tudjuk lassítani. Itt ez a cél. Mert még gyógyítani ezt nem lehet. Szóval ezt mindenképp tudni kell, hogy őt nem tudják gyógyítani, bár az orvostudomány ennyire fejlettebb évről évre, de le tudjuk annyira lassítani, hogy akár olyan életet tud élni, hogy A-ból a B-be el tudja jutni önmaga. Anettnek 4-szer kell tornázni egy nap, de ezt is változatosan igyekeznek csinálni, és a napi rutin sem egyszerű. Igyekeznek minden segédeszközt beszerezni, bordásfal, futópad, elliptikus tréner, bicikli, de vannak eszközök, amiket ők készítettek. Felkelek, anyáik bemozgatják a lábam, ami 1-1,5 órás szokott lenni. Akkor utána, amikor már bemozgatták, lábra tudok állni, akkor kihoznak ide, leülök, gitározok, aztán nekiállok tornázni, nyújtani, és így. Meg a tanulás, természetesen. Havonta 5 vagy 10 napot egy solymári rehabilitációs intézetben töltenek terápiás kezeléseken, attól függ, hogy bírja a pénztárcájuk. A kislány teljes havi gyógykezelése összesen közel 700 ezer forintba kerül. Kaptak egy új kezelési lehetőséget is, a robotterápiát, ami segíthetne Anettnek, hogy rendesen tudjon menni, illetve hogy fel tudja emelni a lábát és ne csípőből oldja meg a járást. Ez újabb milliós összeg. Nagyon kitartó Anett, mindig azt mondja nekünk, hogy ő nem adja fel. Ez ad erőt nekünk, meg a mi hármunk összetartása, ez oda-vissza működik, mert amikor egyikünk egy kicsit úgy lejjebb megy, mert azért elég stresszes ez az élet, hogy akkor Anett vigasztal bennünket, amikor ő van úgy, akkor mi vigasztaljuk. Napközben egyébként mindig Anett ez a mosolygós, mindig azt mondják, hogy egy mosolybomba, de viszont eljön az este, amikor jönnek azok a kérdések, hogy miért pont vele történik ez, miért ő vele van ez, meg fog gyógyulni. Mi mindig biztatjuk, hogy biztos, hogy meg fog, mert azért csak fejlődik az orvostudomány annyira, hogy erre is lesz egy megoldás. Akkor olyan kérdései vannak, hogy nem-e cserélnénk el. És ilyenkor igen, bizony sír. Meg néha mi is. Decemberben hitelt vettek fel, de az új terápiák megjelenése miatt ez sem tart sokáig. Nem szerették volna nyilvánosságra hozni kislányuk állapotát, de úgy látják, nincs más út, mint az emberek segítségét kérni. Létrehoztak egy adomány és licit csoportot az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon, Anettel, Anettért néven. Itt várják a segíteni akaró emberek jelentkezését. A céljuk 10 millió forint, ami körülbelül 3 évre lenne elegendő a terápiás kezelésekre. Meggyógyulni én azt szeretném, elsősorban is, ami remélem sikerülni fog, mert én bízok benne. Anyuék támogatnak, ez így tök jó. Időközben e-mailen keresztül megkerestek egy Amerikában dolgozó magyar professzort, aki ritka betegségekkel foglalkozik. Már válaszolt is a családnak, és személyes konzultációt kért tőlük.